Az infláció elérte mélypontját, innen már csak emelkedni fog. A Kompország vendége Zsidai Viktor. Zsidai Viktor közgazdász, befektető, a Hold Portfólió alapkezelője. 1975-ben született, 96-ban kezdett tőkepiacokkal foglalkozni, ami az elején kimerült abban, hogy pár részvénybe fektette az egyetemi ösztöndíját. 2003-ban elindította Magyarország első abszolút hozamú befektetési alapját. Jelenleg a Citadella származtatott befektetési alapkezelését végzi. Saját bevallása szerint blogbejegyzései nem befektetési tanácsok, csak éppen eszébe jutó gondolatok a tőkepiacról. Így senki ne tekintse másnak azokat, mint kósza ötleteknek, a féle ötletbörzének, amin el lehet talán gondolkodni, de túl komolyan venni nem szabad. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portréműsora. Mai vendégünk Zsidai Viktor közgazdász befektető, akit nagy tisztelettel köszöntök a stúdiónkban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. És mielőtt megkezdenünk a beszélgetést, ugye a Magyar Hang stúdiójában vesszük fel ezt a műsort. A nyomdából még az újság nem érkezett meg, de a címlapot tudom mutatni. Talán nem túl meglepő módon Magyar Péterrel van a nagy interjú az újságban, de nyilván sok egyéb más érdekesség is van az eheti számban. Például Mellár Tamás is írt egy nagy esszét arról, hogy leváltható-e választáson a rendszer. Részben talán válaszol is a Magyar Péter jelenségre. És egy érdekes helyzetben vagyunk most, hogyha már Magyar Péter szóba került, mert fura módon nyilván ez nem egy szándékos dolog a részéről, de egy kicsit el is terelni a figyelmet arról, ami, hogyha ez a jelenség, ez ő nem lenne, akkor valószínűleg többet beszéltünk volna az elmúlt hetekben, napokban arról, hogy egyébként milyen az országnak a pénzügyi, gazdasági helyzete, illetve hogy áll a költségvetés. Ugye friss eheti hír, hogy a pénzügyminisztérium gyors jelentése szerint március végéig az államháztartási hiány az 2321 milliárd forint volt, ami az eredeti éves hiánycél 92%-a, ami egy elég ijesztően hangzó adat. Ez valami fajta válságra utal, vagy voltak éppen egy ilyen adatból mit olvas ki egy közgazdász, egy befektető, hogy mekkora a baj? Ugye itt az elmúlt években 2016-17-ig egyébként a magyar költségvetés helyzete az eléggé rendben volt, tehát ott nem voltak nagyon komoly problémák. Utána kezdődött egy költekezés, de ami ezt teljesen megváltoztatta, ez olyan 2020 volt ugye a Covid-válság, és ez nem csak Magyarországra Igen. vonatkozik. De ez nagyon-nagyon fontos, hogy ami most történik Magyarországon, az teljesen rímel a részben akár a közép-kelet-európai folyamatokra is, de más országok folyamataira is. Ugye az derült ki a politikusok számára, egyrészt a vírusválság kapcsán, hogy lehet jelentősen költeni, tehát lehet sok pénzt költeni, ezzel lehet a gazdaságot stimulálni. Ugye, hogyha a gazdaságba pénzt juttatok, akár direkt módon, mint az USA-ban történt, hogy az emberek konkrétan havonta kaptak egy fix összeget, vagy vállalatokat támogatok, vagy bármilyen módon, azzal lehet a gazdasági teljesítményt növelni, és úgy tűnik, hogy ez egyenlőre elmegy. Tehát ezt egyrészt a jegybankok pénznyomtatásból, másrészt a befektetők, a állampapírpiaci befektetők hajlandóak voltak ezt finanszírozni, és nagyon sok országban az történik, hogy nagyon nagy a költségvetési hiány. Tehát olyan költségvetési hiányok vannak évek óta, tehát ez nem egy új jelenség, most már 20, 21, 22, 23, 24-ben is olyan költségvetési hiányok vannak, de az Egyesült Államokban is, tehát nem csak Romániában, Lengyelországban és Magyarországon is, ami korábban azt mutatta volna, vagy annak lett volna a jele, hogy ebből előbb-utóbb nagyon nagy probléma lesz. Mert ezt nagyon sokáig nem fogják tolerálni a piacok, nem hajlandóak finanszírozni, nagyon jelentősen nőtt tőle az államadósság. Ez egyelőre nem következett be. Tehát konkrét akut válsághelyzetre ez a szám nem utal, tehát nem jelenti azt, hogy úristen, most jövő héten, jövő hónapban valami történik, viszont olyan folyamatok vannak a fejlődő és a fejlett gazdaságokban is, ami egy nagyon jelentős adósság növekedés felé mutat, és ezzel majd valamikor a következő 1-2-3-4-5 évben mindenkinek, nem csak Magyarországnak valamit kell kezdeni. Tehát ezeket a nagy költségvetési hiányokat ki kell majd igazítani. Valószínűleg
valamilyen piaci nyomásra, amikor megelégelik a piacok ezt. És ugye amikor ezt ki kell igazítani, ez azért probléma, mert amikor az állam visszaveszi a költekezését, ugye az azt jelenti, hogy kevesebb pénz lesz beruházásra, kevesebb pénz lesz a lakosságnak, vagy nagyobb adók lesznek, ami visszaveti a gazdasági teljesítményt. Tehát valószínűleg ez egy jelentősebb gazdasági lassulást fog okozni valamikor a következő években. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor kerül erre sor, és milyen indítatásra, de ezek nagyon nem jó folyamatok. És egyébként célszerű lenne, én erről többször írtam az elmúlt hónapok, hogy célszerű lenne Magyarországnak is még azelőtt megcsinálni a kiigazításokat, mielőtt a piacok kényszerítik rá, mert akkor ez egy sokkal fájdalmasabb, amikor külső kényszer hatására csináljuk meg. Hát ez volt ugye 2008-ban. Igen. Ehhez képest azért én úgy érzékelem, hogy egy kicsit erősebben indította az évet, mármint az idei évet. Ugye volt egy nagy visszhangot kiváltó írása a Holdblogon, amikor azt írta, akkor a tavalyi hiányról volt szó, hogy kiderült, hogy ugye eredetileg 3,5%-ot terveztek, és ma már tudjuk, hogy nem is annyi, amit akkor mondtak, hanem azt, most 6,7% volt tavaly a hiány, ami azért szintén egy elég magas adat, és akkor én azt írta, hogy ez a hiány már a Gyurcsányi időszakot idézi, és hozzátette, hogy a kormánynak két lehetősége van, ezt most idézni fogom, hogy vagy 2-3 év nadrágszíj meghúzással stabilizál, vagy megpróbálja elodázni a kiigazítást, pörgeti a növekedést olcsó hitelekkel, elinflálással, amíg lehet, ami valószínűleg még komolyabb problémákat fog okozni később. Részben ezt mondta el az imént, de itt ezt én erőteljesebbnek érzem ezt a korábbi megnyilvánulását, és hát ha jól emlékszem, a kormány is visszaszólt. Ez azt mondta, hogy ég és föld a különbség a Gyurcsányi időszak és a mostani között, holott a számoknál azért érezni a hasonlóságot. Igen, Varga Mihály azt mondta, hogy magát komolynak tartó közgazdász ilyet nem mondhat. Amit leírtam, azt vállalom ennek ellenére. Természetesen. Nagyjából, hogyha én ebben a cikkemben megnéztem egy kicsit a mögöttes folyamatokat, nem akarnék nagyon a szakmai dolgokba belemenni, de egyszerűsítsük csak arra talán ezt az egész dolgot, hogy a kamatok nélkül és a gazdasági ciklustól megtisztított költségvetési hiányt próbáltam megvizsgálni, és arra jutottam igazándiból, hogy nincs igazán jelentős különbség a 2020 és 2023 közötti időszak, illetve mondjuk a 2002-3-tól 2006-ig tartó időszaknak a költségvetési hiányai között. Ugye ott is egyébként nagyon hasonló volt a helyzet, volt egy viszonylag kedvező világgazdasági helyzet, ami lehetővé tette, megengedte azt, hogy egy nagy költségvetési hiányt csináljon először a Medgyessy kormány, utána a Gyurcsány kormány. Felelőtlen gazdaságpolitika volt, teljesen egyértelműen, meg is lett a böjtje ennek, ugye a piacok később kikényszerítettek egy nagyon jelentős kiigazítást, és ennek kapcsán felvetettem, hogy ne csináljuk még egyszer meg ugyanezt, ne várjuk meg, míg a piacok kikényszerítik ugyanezt a kiigazítást, hanem inkább próbáljunk meg elébe menni ennek. Én azt látom egyébként, hogy nagyon nagy hajlandóság nincsen a kormányzatban arra, hogy ezt a kiigazítást megcsinálja, most sem. Ugye mindig van valami választás, most van az EU-s választás, utána meg már 25 jön, ami a ráfordulás a 26-os választásokra, tehát nagyon nagy esélyét nem látom annak, hogy a kormányzat önszántából megcsinálná ezt a kiigazítást, amire szükség van, de hát lehet, hogy lesznek csodák, és rálépnek erre az útra. Nem tartom valószínűnek. Annak egyébként mi az oka, hogy azért emlékszünk vissza a 2006-os időszakra, amikor a költségvetés helyzete azért az egy olyan téma volt, ami szerintem azért az embereket is érdekelte, valahogy érezték azt, hogy ennek azért hatása van, és hatása is volt az ő pénztárcájukra, aztán a személyes helyzetükre is. De ha még 2010-re is gondolok, akkor is ez egy fontos téma volt. Ugye emlékszünk arra, amikor ugye Orbán Viktor átvette a kormányzást, elment Brüsszelbe, találkozott Barroso az akkori Európai Bizottsági elnökkel, ő azt szerette volna, hogy egy kicsit lazítson a költségvetésen, a hiánycélon. Ugye ezt nem engedte az Európai Bizottság, ami ugye egy konfliktus forrás volt, sokak szerint mind a mai napig ez az a sérelem, ami miatt Orbán Viktor ilyen hevesen küzd Brüsszel ellen. Szerintem egészen, de mondjuk nyilvánvalóan ez volt az egyik első konfliktus, hogy most ez miért nem foglalkoztatja annyira a közéleményt, a társadalmat, akár nyilván a politikával foglalkozókat sem annyira? Hát ennek szerintem legalább két oka van, biztos több is van. Az egyik, hogy talán a kommunikációt sokkal jobban irányítja, uralja a kormányzat, és nem elterelődik erről
a reflektorfény. A másik meg, amiről már, amit már részben említettem, ez a, hogy is mondjam, ez a zeitgeist most más. Ugye abban az időszakban Magyarország kirívóan nagy költségvetési hiányt, mondjuk 2002-3-tól 2006-7-ig, egy nagyon nagy költségvetési hiányt csinált, ami nem volt annyira jellemző sem Európában, sem máshol. Most ugye a Covid kapcsán teljesen fölazultak Európában is a szabályok, és más országokban is, és mondom, a közép-kelet-európai országok nagy részében nagyon jelentős költségvetési hiány van már több év óta, tehát most nem vagyunk olyan nagyon kiugróak a világ átlagából, de ez nem jelenti azt, hogy ebből nem lesz ugyanúgy probléma, vagy nem lehet ugyanúgy probléma, tehát nyilvánvalóan azért azt nem lehet csinálni, hogy sok-sok éven át az örökké valóság nem fogunk tudni egyre nagyobb költségvetési hiányt csinálni, mert ugye fölhalmozódik az adósság, egyre több adósságnak egyre több a kamata, tehát ezt valószínűleg előbb-utóbb vissza kell fizetni valamilyen módon. Lehet, hogy ebből nem lesz probléma a következő egy évben. Lehet, hogy két évesen, de hogy a következő öt évben ebből valószínűleg valamilyen jelentősebb baj lesz, annak nagy esélyét látom. De tehát mondom, szerintem nem rívunk ki annyira a többiek közül. Mi fogunk beszélni Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról, ugyanilyen az összefüggésben is, de itt most egy aspektus elő lehetne venni, hogy ugye eredetileg az idei hiányt azt ugye 2,9%-ra lőtte be a kormány. Hát igen, ezzel sokan szkeptikusok voltak már abban a pillanatban is. Igen, az nem volt hihető, bocsánat, tehát hogy már akkor sem, amikor kimondták. Most meg már gyakorlatilag ugye ezt el is érte a kormány, és ugye most, ha jól tudom, 4,5% az, amit mondanak, hogy ez a megemelt hiánycél, majd kiderül, hogy ezt sikerül-e tartani. De ugye, ha 3% fölé megy, akkor most már lehet számolni azzal, hogy az Európai Unió egy ilyen úgynevezett túlzott deficit eljárást indít a magyar kormánnyal szemben. Ennek mekkora jelentősége van, ez milyen veszélyt jelent, mekkora problémát jelent ez a kormány számára, vagy ez egy olyan konfliktus, megint csak nyilván más uniós országnál is elő fog ez fordulni, tehát, hogy ez egy komoly fenyegetése a kormány szempontjából. Én jelenleg azt gondolom, hogy nem. Azért nem, mert pont amiatt, mert egy csomó más európai ország ugyanebben a cipőben jár. Szerintem ezeket a szabályokat legalább két év vagy három év, mire az Európai Unió megint rá tudja erőltetni az országokra. Nagyon sokan kilógnak ebből a sávból. 6, 7, 8, 9 országgal egyszerre nem lehet konfliktust fölvállalni szerintem, tehát hogy emiatt én nem látom ennek nagyon nagy veszélyt. Ez jelenleg szerintem az EU-s fenyegetés az kisebb a kormányzat számára, mint az a fenyegetés, hogy esetleg a tőkepiacok valamikor, valamilyen oknál fogva azt mondják, hogy nem nagyon vagyunk hajlandóak ezt a hiányt finanszírozni. Igen, az biztos, hogy most azért sem lehet számítani egy ilyen érdemi kiigazításra, mert két hónap múlva választások lesznek Magyarországon, ugye kettős választás, európai parlamenti, igen, illetve önkormányzati egy napon. Nyilván nagy a nyomás a politikán, a kormányon, hogy valamifajta osztogatást kezdeményezzen. Ugye 2022-ben a kampányban láttuk, hogy ez működik olyan értelemben, hogy hát jelentős osztogatás volt, ugye ennek meg is lett az eredménye, egyrészt nagyon nagy győzelmet aratott a Fidesz a választásokon, másrészt utána azért akkor kellett bizonyos intézkedéseket hozni, olyan intézkedéseket, amikről a kampányban nyilván nem esett szó, amik ugye a rezsicsökkentést, a Szent Helyének kezelt rezsicsökkentést is érintették, legalábbis ugye az átlagfogyasztás feletti rezsi esetében. Most milyen mozgástere van a kormánynak arra, hogy ilyen lépéseket tegyen? Tehát, hogy az nyilvánvaló, hogy negatív lépést azt már úgy mint a lakosság is úgy élhet meg, azt a választások után jelenthet be a kormány, ha egyáltalán lesz ilyen. Ugye most kicsit ugye furcsa helyzetben vagyunk, mert ugye csütörtök délelőtt, kora délelőtt beszélgetünk, és 11-kor lesz a kormányinfó, ahol lehetséges, hogy valamifajta bejelentést is tesz a kormány, nyilván a választásokra tekintettel, ezt nem tudjuk. De önmagában, hogy mekkora mozgástere van arra a kormánynak, hogy itt lépjen, és mondjuk a kedvezőtlen politikai folyamatot is megfordítsa, nyilván ez a cél. Tehát egy ilyen 2002-eshez hasonló osztogatás az valószínű-e, és ha igen, annak egyébként milyen következményei lehetnek? Hát én így a politológiának a mocsarába megpróbálnék nem belesüljeni, tehát ebben nem nagyon vállalnék most, pláne, hogy egy óra múlva nyilván lesz ez a kormányinfo, és akkor pont ki fog derülni, hogy igaz volt vagy nem, amit találgattunk. Én azt látom, hogy körülbelül, hogyha a tavalyi folyamatokat kivetítjük az idei évre költségvetés szempontjából, és a kormány mondjuk tegyük fel, hogy nem csinál nagyon nagy beavatkozást, se osztogatást, se nadrágszíj meghúzást, tehát semmelyiket, akkor is azért 5% fölött lesz a költségvetési hiány. Tehát
5 és 6 között valahol, ha nem történik semmi. Tehát ez a semmi. Tehát ebbe nagyon nagy osztogatás, tehát elméletileg persze osztogatni lehet, de azért anélkül, hogy nagyon fölborítsa a költségvetést, nem nagyon elképzelhető. Tehát valójában a kormányzatnak nemhogy nem nagyon van mozgástere az osztogatásra, hanem olyan intézkedéseket kellene bejelentenie, nyilván nem most, hanem mondjuk ma júliusban, ami ezt a költségvetési hiányt csökkenti, mert mondom, hogyha nem csinálnak semmit, akkor ez így is 5% fölött lesz, inkább valószínűleg nem 4,5, amit most az új célként bejelentettek. Úgyhogy én nem látom nagy mozgásterét a kormánynak. Igen. Ugyanakkor azt szokták mondani a kormány képviselői, hogy az ő szótárukból a megszorítás szó az hiányzik. Tehát akármit fognak bejelenteni majd valamikor, biztos nem úgy fogják hívni. Persze. De egyébként a megszorítást az hogyan lehet mondjuk közgazdaságilag definiálni? Tehát hogy az hogyha a kormány mondjuk a költségvetés felé tereli el az emberek pénzét, vagy pénzt veszel az emberektől, és akkor oda kerül a pénz. Tehát hogy lehet ezt pontosan definiálni? Hiszen azt tudjuk, hogy amikor volt a bokros csomag, akkor arról nem volt vita. Tehát igazából akik azt elfogadták, ők sem mondták azt, hogy ez nem megszorítás. Nehéz is lett volna. De az utóbbi időszakban meg azt látjuk, hogy ez is egy ilyen a szavak háborújává vált, hogy akkor mit nevezünk annak, és mit nem. Ugye bármi olyan, én azt gondolom, tehát a költségvetés oldaláról kiindul a költségvetés egyenlegét javító intézkedés, ami ugye, ha a költségvetés egyenlegét, tehát van mondjuk három szereplő, lakosság, vállalatok, költségvetés. Ha a költségvetésnek a helyzete javul, akkor a másik kettőtől kell valamilyen módon elvenni. Tehát nagyon nem lehet ezt megvariálni, ezt a dolgot. Ugye a magyar kormányzat arra törekedett, hogy direkt módon a vállalatokra terhelje ezeket az adókat, akik jellemzően persze ennek kisebb vagy nagyobb részét, attól függ, hogy melyik szektorban működtek, áthárították a fogyasztókra. Tehát bármilyen költségvetési megszorítás az a végén úgyis a fogyasztókon fog lecsapódni, vagy magasabb infláció formájában, ami ugye, hogyha először megterhelem a vállalatokat, akik ezt magasabb árakkal áthárítják a lakosságra, az akkor infláció formájában csapódik le a lakosságra. Ha közvetlenül a lakosságtól veszek el adóemeléssel, mondjuk pénzt, akkor nem infláció formájában jelenik meg a teher, hanem elvonom tőlük. De ugyanaz a vége, ugye reál értelemben kevesebb elkölthető jövedelme marad a lakosságnak, csak ugye az derült ki az elmúlt, és nem csak 10 évben, elmúlt 100 évben, hogy a lakosság könnyebben lenyeli mondjuk azt, hogyha egy kicsit megugrik az, tehát hogyha mondjuk a lakosság vagyok, én vagyok egy átlagos fogyasztó, 100 forint a jövedelmem, és jövőre is 100 forint lesz a jövedelmem, de magasabb az infláció, azt könnyebben elviselem, mint hogyha mondjuk levinnék 100-ról 95 forintra a jövedelmemet, tehát ezt könnyebben elfogadja, lenyeli a választó, úgyhogy ezért is ezt próbálja alkalmazni, de a vége ugyanaz. Tehát a reál módon rendelkezésre álló jövedelme végül is a lakosságnak csökken egy ilyen intézkedés sorozat hatására. Értem. Egy pillanatra még maradjunk az adósságnál, az államadósságnál, mert azért, hogyha mondjuk így az abszolút számokat nézzük, akkor azok elég ijesztően hangzanak. Tehát, hogy most utána néztem itt a friss összesítés szerint, 55 ezer milliárd forint körül van az államadósága, ami elég rosszul hangzik, de hogyha hozzátesszük azt, hogy 4 év alatt 20 ezer milliárddal növekedett, az akár még ijesztőnek is tűnhet. Ez jelen pillanatban a GDP 73%-át jelenti, ami viszont nemzetközi összehasonlításban szintén nem számít kirívónak. Vannak ugye európai országok, különösen dél-európai országok, amelyeknek ugye még ennél is jóval nagyobb a GDP arányosan az államadóságuk, de akár Amerikát is lehetne emlegetni, hogy hát ott is van. Ami viszont közvetlenül is probléma lehet, hogy az ezzel összefüggően ugye a költségvetés terhelő kiadások, adósságszolgálat kamatkiadások, azok folyamatosan növekednek. Ugye idén ez 4000 milliárd forint körül van. Hogyha ez nem lenne, akkor tulajdonképpen egészen jól állna a költségvetés is, de hát nyilván ugye ez egy hipotetikus felvetés. Tehát, hogy mennyire áll rosszul Magyarország e tekintetben, és hogy mennyire áll fel annak a veszélye, hogy újra egy ilyen adósságspirálba kerül az ország. Ilyet láttunk már az elmúlt évtizedekben többször is. Ugye voltak éppen a rendszerváltás megelőző folyamat is egy fontos jellemzője volt ez az elszabadult adósság. Különösen annak fényében, hogy amikor Orbán Viktor 2010-ben hatalomra került, akkor az egyik első nagy célkitűzés az volt, hogy harcot hirdetett az államadósság ellen.
Ugye, amikor Orbán Viktor hatalomra került, akkor kb. 80% volt GDP arányosan az államadósság, volt egy magánnyugdíj pénztári, hogy is mondjam ezt, ilyen elkobzás, aminek egy részéből egyébként az államadósságot csökkentették, most ugye 73%-on vagyunk, évvégén magasabban leszünk valószínűleg. Nagyjából ugyanoda visszajutottunk. Tehát az államadósságunk az elmúlt 10-15 évben, mondhatjuk azt, hogy igazándiból nem nagyon változott GDP arányosan. És az, hogy mi az, hogy mi a fenntartható államadósság szintje, ez az elmúlt 30-40 évben borzasztóan sokat változott. Én amikor elkezdtem dolgozni a 90-es éveknek a vége fele, akkor Japánnak az államadóssága GDP arányosan az 100% volt. Tehát annyi volt a japán államadóssága, mint az éves megtermelt. Mégsem gondoljuk azt, hogy Japán az egy szörnyű helyzetben lévő ország lenne, akkor sem gondoltuk. De akkor azt gondolták. Az érdekes, nagyon-nagyon érdekes volt, hogy akkor ez egy kirívóan magas adat volt. Akkoriban 30-40-50% voltak az államadóság, a 60-at már nagyon veszélyesnek tartották, 100% volt, és folyamatosan jelentek meg az elemzések onnantól fogva, akkor már a 90-es évek végén, és utána később is, hogy Japán hamarosan csődbe fog menni, mert folyamatosan nagy költségvetési hiánya volt, és ez a 100%-os államadóság, ez finanszírozhatatlan. Na most Japánnak azóta az államadósága fölment 260%-ára a GDP-nek. Tehát 260%-ra, amiből egyébként a japán jegybank az vissza is vásárolta a felét, tehát az állampapírpiacon megvásárolta frissen nyomtatott pénzből a felét, tehát nettó módon 130% az államadósága, de bruttó módon 260%, és Japán még nem ment tönkre. Japán speciális helyzetben van, saját devizája van, valóban meglehetősen szuverén ország, japán jenben van eladósodva, nem másfajta devizában, főleg belföldi befektetőknek, tehát egy speciális helyzet. Csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy azok a törvényszerűségek, amiket gondoltunk közgazdászok mondjuk 30 éve, hogy mi a fönntartható államadóság, az nagyon jelentősen megváltozott, és ezért mondanám azt, hogy nagyon nehéz azt megmondani, hogy Magyarország számára mondjuk 80% az veszélyese vagy nem, 90% veszélyese vagy 100% veszélyese, és nagyon függ attól egyébként, hogy a nemzetközi tőkepiaci környezet milyen, tehát a befektetőknek a világlátása milyen. Mindaddig, amíg amíg a befektetők úgy látják, hogy ezek az államadósság szintek, ez egy kicsit ilyen önmegvalósító dolog. Hogy amíg azt gondolják, hogy ezek a szintek fenntarthatóak, addig örömmel megveszik a magyar, román, lengyel, amerikai, stb. Államkötvényeket. És amikor hirtelen valami miatt kialakul a kétség, és azért az elmúlt évtizedekben sokszor láttunk olyat, hogy egy hirtelen valami oknál fogva átbillen a világlátása a pénz- és tőkepiaci befektetőknek, akkor hirtelen kiderül, hogy hopp, nem vagyunk hajlandóak finanszírozni. De ezt nem tudjuk megmondani előre, hogy ez milyen ponton fog bekövetkezni. Azt látjuk, hogy ez egy viszonylag magas érték az elmúlt időszakhoz képest, egy magas érték. Valószínűleg egy idő után nem szeretnék ezeket a magas államadóságokat finanszírozni, de nem tudjuk megmondani. Tehát nem lehet ezt megmondani, hogy ez a 73%, ez most veszélyese, vagy nem. Lehet olyan tőkepiaci környezet, hogy igen, és eltelhetnek hosszú évek úgy, hogy egyáltalán nem okoz problémát. És nyilván az is számít, hogy mi az összetétele ennek az adósságnak. Ugye igen. Ugye a Japánban ugye említette is, hogy ott ugye saját maguk, tehát belföldi eladósodottság van, igen. Tehát nem külső szereplőknek adósodott el a japán állam. Magyarországon is azért ez átalakult 2010-es időszakhoz képest. Picit még a költségvetésre annyiban szeretnék visszatérni, hogy itt van egy konkrét ügy, ez a reptér kérdése, amit bejelentett. Ugye most nem lehet egyébként, hogy akár a kormányinfón erről valamit mondanak, de ettől függetlenül is tudjuk, hogy a kormánynak nagyon határozott a szándék arra, hogy a Budapest Airportban többségi tulajdon szerezzen a magyar állam, és a héten elhangzottak nyilatkozatok a miniszterelnök részéről, illetve Nagy Márton részéről is, hogy néhány napon, de lehet, hogy néhány héten, hónapon belül mindenképpen meg fog kötetni ez az üzlet. Na most erről megint csak így a költségvetés helyzetét látva, mi a véleménye? Tehát, hogy valahogy az ember azért úgy érzi, hogy nem ez lenne most a legfontosabb feladata az államnak, hogy egy ilyen üzletbe belevágjon, mert ugye vagy növeli a hiányt, vagy mondjuk nyilván adósságból lehet egy ilyen ügyletet megvalósítani. Egyébként már az hasonlókat láttunk is beruházásoknál, vagy befektetéseknél az állam részéről. Hát, hogy mit gondolok arról? Én azt gondolom, hogy fölösleges.
a repteret megvásárolni, nem látom, hogy ennek milyen hozzáadott értéke és nemzetgazdasági előnye van. Viszont abból a szempontból, hogy ez megvalósítható-e, abszolút mértékben megvalósítható, ki fog tudni a jelenlegi piaci környezetben, ki fog tudni annyi új állampapírt bocsátani az állam, amiből ezeket meg tudja vásárolni. Tehát konkrétan rövid távon nem veszélyezteti Magyarországon a stabilitást, az államadósságot meg fogja növelni, nyilvánvalóan. Nagyon a hasznát nem látom, nem okoz akut problémát. Értem. Az mennyire érzékeli, hogy a kormányon belül, ugye vannak, lehet, hogy ez kicsit túlzás ezt így mondani, de ilyen gazdaságfilozófiai különbségek. Az év elején itt is volt több olyan nyilatkozat, amiből erre lehet következtetni. Ugye Varga Mihály, aki pénzügyminiszter, nyilván neki a pozíciából fakadóan is ezt kell hangsúlyozni, ugye azt mondta, hogy akármi történik is, ügyelni kell arra, hogy az egyensúlyt fenntartsa a kormány. Na most azt, hogy egyáltalán ez az egyensúly mennyire van fenntartva, arról már beszéltünk korábban. Ezzel szemben viszont Nagy Márton azt a koncepciót képviseli, a nemzetgazdasági miniszter, hogy élénkíteni kell a gazdaságot, erőltetni kell a növekedést, ami ugye nincs tekintettel a hiányra, de ő azt mondja, hogy hosszú távon ez megoldódik, mert hogyha a gazdaság növekszik, a lakosság nagyobb mértékben fogyaszt, akkor ez önmagában annyi bevételt ad az államnak, hogy így fokozatosan kisimítja ezt a hatalmas hiányt. Ez itt most nem tudom, hogy érdemes állást foglalni, hogy kinek lehet igaza, de jelen helyzetben azért talán meg lehet fogalmazni ezt a kérdést, hogy melyik koncepció látszik hát észszerűbbnek. Én azt gondolom, hogy az egészen biztos, hogy Nagy Mártonnak az a sztoria, amivel ő a miniszterelnöknek elnyerte a bizalmát, és ami alapján ő gyakorlatilag, én úgy látom, hogy nagyjából majdnem szabad kezet kapott a magyar gazdaságpolitikai irányításban. Neki az a története, hogy tudunk növekedést csinálni. Tehát én meg fogom oldani nektek, hogy legyen növekedés. És azt gondolom, hogy számára ez kulcsfontosságú, hogy növekedést érjen el, és ahhoz, hogy növekedés legyen, ugye, és a tavalyi évben nem sikerült. Ugye 2023-ban évelején mondták, nem tudom még, hogy 1,5% növekedés lesz, aztán már mondták, hogy 0,5% lesz, aztán mondták, hogy hát na jó, nem lesz. És egyébként, hogyha nem lett volna olyan jó a mezőgazdaságnak a teljesítménye, akkor nem -0,5% vagy körül lett volna a magyar gazdaság teljesítménye, mondjuk -2,5% lett volna. Tehát egy nagyon komoly recesszió volt a tavalyi évben a mezőgazdaságon kívül egyébként Magyarországon. Tehát nem tudott növekedést csinálni, annak ellenére, hogy szeretett volna. Azt gondolom, hogy számára kulcsfontosságú, hogy bebizonyítsa, hogy 24-ben és 25-ben, hogy tud növekedést csinálni. Tehát neki ez a mandátuma. Neki el kell érnie, hogy legyen növekedés. És ebbe a koncepcióba, hogy legyen növekedés, nem fér bele az, hogy a költségvetést megszorítsuk. Ugye, mert hogyha a költségvetési hiány csökkentem, annak növekedési áldozatai vannak. Tehát én azt gondolom, hogy vitatkozhatunk arról, hogy kinek van igaza, én inkább arról beszélnék, hogy mit látok valószínűbbnek. Én azt látom valószínűbbnek, hogy Nagy Márton koncepciója lesz az irányadó a következő 12-18 hónapban, amiben valószínűleg nem fér bele a költségvetési hiánynak a csökkentése és a növekedésnek a megemelésére való törekvések fognak inkább dominálni. És az nem hátráltatja ezt a célt, hogy amikor arról beszélünk, hogy hol lehetne megtakarítani a költségvetésbe, mert ez nyilvánvalóan intézkedések lesznek, elnézést, sőt már vannak is, most is felmerül az, hogy esetleg a beruházásokat érdemes átnézni és lemondani beruházásokat. Ugye Lázár János már nagyon sok ilyen beruházást törölt, igen, de elképzelhető, hogy a jövőben is lesznek ilyenek. Ez önmagában is gondolom a növekedést lassítja, tehát ez nem segíti elő a Nagy Márton céljának. Mekkora mozgástere van itt a kormánynak e tekintetben? Hát ezt szerintem elég nehéz lenne megmondani, hogy növekedési hatása a különböző beruházásoknak, amiket törölnek vagy nem törölnek, milyen, ugye függ attól, hogy mikor vannak a kifizetések, mikor vannak a teljesítések. Tehát szerintem én erre nem mernék vállalkozni, hogy megmondjam, hogy milyen növekedési hatásai lesznek. Valószínűleg, hogyha a beruházásokat csökkentenek, annak van növekedési áldozata. Tehát ezt nem azért ki tudjuk jelenteni. És azt is gondolom, hogy ugye már tavalyi évben is, 2023-ban is több beruházást töröltek. Azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség, tehát ezzel a költségvetési hiányt csökkenteni
lehet, hogy egy 0,5 százalékpontnyi van, nagyon sokkal többet így most érzésre, tehát anélkül, hogy komoly számításokat végeztem volna erre, nem látok bele. Meg lehet most jósolni, hogy mekkora növekedés lehet idén? Gyakorlatilag nyilván van jóslata, de... Hát próbálkozhatunk, ugye nagyjából, hogyha megnézzük nagyon leegyszerűsítve, hogy hogyan jön létre egy gazdaságban a növekedés, ugye szokott lenni a lakossági fogyasztás, szoktak lenni a beruházások, a kormányzatnak a fogyasztása és mondjuk az export. Ugye ezt erre a négyre szoktuk szétbontani. A külső környezet, hogy az exportunkat növeljük, az nem annyira támogató. Onnan valószínűleg nagy növekedés nem fog tudni jönni. A kormányzatnak most megbeszéltük, hogy a mozgástere azért nem olyan nagy, tehát onnan növekedés nem fog jönni, tehát ezt a kettőt ezt félre rakhatjuk. Úgyhogy marad a beruházások és a lakossági fogyasztás. Most a lakossági fogyasztás az egy viszonylag egyszerűbb szokott lenni. A lakosság fogyasztása az elég jól idomul ahhoz, hogy hogyan változik a reálbére. Ugye azt láttuk, most a januári adat most jött ki, ami meglepően magas volt, 14,6 százalékkal nőttek a bérek év per év alapon januárban. Valószínűleg február-március később egy kicsit kevesebb lesz, de mondjuk egy 10-11-12 százaléka valószínűleg fognak nőni a bérek, és az infláció nem tudjuk pontosan mennyi lesz, 5-6-7 százalék, nem tudom pontosan, de azért látjuk, hogy van egy reálbér növekedés. Tehát az idei évben lesz egy reálbér növekedés, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a lakosság fogyasztása nőni fog, és tippelgethetünk ezen, hogy ez mennyi lesz, de valószínűleg nőni fog. A beruházások... Bocsát, tavaly viszont elég túlbecsülte a kormány a lakosság fogyasztását. Így van. Tehát így ez van. Az áfa bevételek elmaradásán látszott. Igen. De azt nem is értettem akkor sem. Én erről írtam már még 2023-nak eleje közepén egy cikket, hogy nem látom, hogy mitől lesz pozitív a növekedés. Ugye ugyanebből a négyből nagyon egyszerűsítve, kiindulva azért azt lehetett látni, akkor egy magas inflációi környezet volt, és a bérek kevésbé nőttek, mint az infláció. Tehát a tavalyi évben ennek a fordítottja volt. Nyilvánvalónak tűnt szerintem bárki számára, hogy a lakosság fogyasztása csökkenni fog, mert nem volt miből költeniük. Ugye most a lakosságnak az a lényeg, hogy valószínűleg a lakosságnak a bére jelentősen magasabb növekedési ütemet fog mutatni idén, mint az infláció, és valószínűleg egy ideig még ebből visszapótolja a lakosság a keletkező új reáljövedelméből, visszapótolja a megtakarításait, amit részben tavaly fölélt, de utána elkezd ebből költeni. Tehát a lakossági fogyasztás oldaláról lesz növekedés, a beruházások pedig valószínűleg a magánszektornak a beruházásai valószínűleg némiképp nőni fognak, az általában elég jól szokott együtt mozogni a kamat szinttel. Ugye az elmúlt 12 hónapban azért a Magyarországon a kamatszint jelentősen csökkent, ugye az MNB-nek a kamatvágásainak a révén. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jelenlegi ismereteink alapján szerintem egy 2-3 százalékos gazdasági növekedés az realisztikusnak tűnik. Tehát, hogy amit ugye a kormánynak először volt egy 4 százalékos növekedése, ezt most már lejjebb vitte, szerintem az új gazdasági növekedési prognózis a számomra hihető. Tehát, hogy az úgy nagyságrendileg úgy jónak tűnik. Az inflációról is érdemes azt hiszem beszélni, mert éppen ma reggel jelent meg a friss adat, ugye, hogy márciusban, éves összehasonlításban, ugye 3,6 százalék volt az infláció, és már emlegetett Nagy Márton miniszter, ugye, hát rendkívül elégedett volt ezzel, hogy legyalultuk, legyőztük, mindent csináltunk az inflációval. Valóban kézben tartja ezt a kormány, ezt a folyamatot, és elmondható-e, hogy végül is az igaz, hogy tavaly ugye Európa rekorder volt Magyarország az infláció tekintetében, de hogy mostanra ezt a problémát már legyőzte az ország. Azt persze mindenki tudja, hogy ez a bázis, tehát hogy az árak nem csökkennek. Igen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez a 3,6 százalék, ez a tavaly már nagyon magas álszinthez képest növekedést jelenti. Minden esetre azért ez a dinamikus növekedés most már mindenképpen megállt, nincs szó kétszámjegyű inflációról, tehát ilyen értelemben a kormány elégedett lehet? Azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy szerintem nagyon nagy a veszély annak, hogy Magyarország beleragad egy magas egyszámjegyű inflációs környezetbe. Valószínűleg ezek a tavaszi számok, ezek a tavaszi inflációs számok a mélypontját jelentik az idei évre az inflációs adatoknak. Ugye az infláció megint csak, ha nagyon leegyszerűsítjük, Magyarországon két dologból jön. Egyrészt a bérszínvonal változásából, mert az befolyásolja a szolgáltatásokat. Most megint egyszerűsítek, hogyha egy fodrásznak a bérét 10 százalékkal növeljük, akkor a
hajvágására is 10%-kal fog nőni. Na, nem pontosan, de mondjuk ezt kb. Úgy nagyjából mondhatjuk. Tehát egyrészt Magyarországon a bérek alakulása befolyásolja az inflációt, másrészt pedig, hogy mennyi inflációt importálunk a külvilágból, főleg az eurozónából, ez pedig főleg a forint árfolyamától függ. Ugye azt látjuk, hogy a forint árfolyama ismét elkezdett gyengülni az elmúlt hónapokban, tehát valószínűleg kívülről fogunk importálni inflációt, ellentétben azzal, ami mondjuk az előtte levő 18 hónapban volt, ugye amikor egy magas, fölmentünk 435 környékéig forint euróban, és aztán lementünk ilyen 361 néhány forintra, tehát hogy volt egy forint erősödésünk, és volt egy recessziónk. Ugye, amikor nincs lakossági fogyasztás, akkor általában az árak nem tudnak növekedni. Ugye most arról beszélünk, hogy a lakossági fogyasztás visszatér, valószínűleg. A lakosságnak a bére valószínűleg legalább 10%-kal fog nőni, és valószínűleg valamennyi inflációt importálni fogunk az eurozónából. És emiatt én azt gondolom, hogy nagyon jelentős annak az esélye, ha csak nem a Magyar Nemzeti Bank egy nagyon szigorú monetáris politikát folytat, tehát magasan tartja a kamatokat, és nagyon erősen tartja a forintot, akkor valószínűleg be tudunk ragadni egy 5 és 10% közötti inflációs sávba a következő 1-2-3 évben. Tehát az az infláció, amit most látunk, ez valószínűleg a mélypont. Igen, de ha már megint itt a jegybank szóba került, ugye egyfelől, mint hogyha kirobbant volna egy olyan háború a kormány és a jegybank között, ami arról szól, hogy ki a felelős azért, hogy az infláció tavaly elszabadult. A miniszterelnök ugye Filip Tréfásan szokta mondani, hogy hát a kormány látta, hogy nem megy a jegybanknak, és besegített neki, és akkor így sikerült csökkenteni az inflációt. Nem tudom, hogy egyébként ebben a vitában lehet-e igazságot tenni, hogy kinek mekkora felelőssége volt abban, hogy végül is mondjuk, hogy tavaly nem sikerült ugye kézben tartani az inflációnak az elszabadulását, az inflációt. Akkor most, hogy mindenki megsértődjön, mind a két szereplőnek jelentős hibái voltak. Én azt gondolom, hogy gazdaságpolitikai hibák voltak a kormányzat oldalán is, ami az infláció megugrását okozta. A Magyar Nemzeti Bank is több hibát elkövetett, ami magasabb inflációhoz vezetett. Ami szerencsés volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank a végén azért nagyon jelentős lépéseket tett 22 őszétől. Nagyon ráfeküdtek arra, hogy az inflációt lecsökkentsék, és szerintem 22 őszétől ők jól végzik a dolgukat. És az, hogy itt a kormány átvállalta, mert a Nemzeti Banknak nem megy, hát ez ilyen politikai üzengetés. Én azt gondolom, hogy... Kicsit, hogy egy bank is ugye elég keményen ostorozta a kormány politikáját. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki próbálja másikra hárítani a felelősséget a magas inflációért, mind a ketten hibásak voltak benne. Az, hogy lecsökkent, ebben én azt inkább a jegybanknak látom a szerepét, tehát én a kormányzatnak a intézkedéseit nem látom, hogy azok nagyon sokat tettek volna az infláció csökkentésért. Tehát az árstoppok és egyéb intézkedések akkor ezek nem voltak e tekintetben hatásosak? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát nem. Én azt gondolom, hogy ezeknek nem volt, sőt, ezeknek inkább infláció növelő hatása volt. Én azt gondolom, hogy a dezinfláció az, ami történt az elmúlt egy évben, az elsősorban két dolognak volt köszönhető, egyrészt annak a mély recessziónak, ami megint csak részben gazdaságpolitikai hibáknak a következménye volt, másrészt a jegybanknak a szigorú fellépésének köszönhető. Tehát e kettő miatt volt egy dezinfláció. Az a tény, hogy nemrégiben Matolcsy György jegybankelnök találkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, akikről lehet tudni, hogy személyesen is rossz a viszonyuk, Nagy Márton korábban ott dolgozott a jegybankban, és nem túl barátságos körülmények között váltak el egymástól, és hát a miniszterelnök így idézőjelben maga mellé vette Nagy Mártont, és lehetett tudni, hogy más koncepciót is képviselnek. Most azonban ugye találkoztak egymással, és hát mondjuk így békülékeny nyilatkozatot tettek. Ezt lehet úgy értékelni, hogy ez a fajta háború vagy ellentét, ez akkor így elsimult. Vagy ez egy jelzés volt akár a piacoknak, hogy nyilván egy ilyen helyzetben nem szerencsés az, hogyha a kormány és a jegybank folyamatosan lövi egymást, tehát hogy, vagy mondhatjuk úgy is, hogy akkor a baj, hogy muszáj, hogy egységet mutassanak e tekintetben? Igen, én azt gondolom, inkább nem beszélek egyikőjükkel sem, tehát nem, nincsen semmiféle személyes információm, de azért emlékszem arra, amikor Orbán Viktor és Simor András találkozott, talán 2010, 11 vagy 12-ben ugye volt egy nagy forint gyengülés, és együtt mutatkoztak, és mutatták az egységes erőt. Ennek ellenére az ő viszonyuk továbbra is rossz maradt. Én azt feltételezem, anélkül, hogy bármilyen információm lenne, hogy a gazdaságpolitikai vízió és valószínűleg személyes ellentét is továbbra is fennáll a két szereplő között. Ez egy ilyen
bemutató volt a piacoknak, hogy egységesen lépnek föl. Ez egy ilyen, hogy mondjam, publicity stunt. Tehát, hogy... Igen. Mindenesetre van egy, biztos, hogy én is meg tudok nevezni egy olyan területet, ahol, ahol biztos, hogy érdekellentét van és más képviselnek, ugye ez a kamat kérdés. Ugye a jegybank, ha továbbra is az infláció megfékezése a célja, akkor relatíve ugye magasan kell tartani a kamatokat. Nagy Márton viszont ugye azt szeretné, hogyha a kamatok alacsonyabbak lennének, hiszen ez nyitja meg a vállalati hitelezés felé is az utat, és ez nyilván ösztönzőleg hathat a növekedésre. Hogy itt ebben számít arra, hogy további konfliktusok lesznek, vagy egyáltalán megint csak, hogy itt a kamat környezet tekintetében mekkora mozgástere van a feleknek? Ugye egy kicsit érdemes visszalépni, mert ez nem egy magyar probléma. Tehát nyilván a hallgatók nagy része, vagy sokan nem olvastak az gazdaságtörténetet, de ez nem egy magyar probléma. Ugye amióta vannak jegybankok, azóta ez az érdekellentét folyamatosan fennáll, nem csak nálunk, mindenhol. Ugye egy politikus mindig kamatcsökkentést akar. A politikus azért akar kamatcsökkentést, mert ha csökkentem a kamatokat, akkor azzal tudom növelni a növekedést. Ha van növekedés, akkor nőnek a bérek, ha nőnek a bérek, elégedettek az emberek, és engem újra megválasztanak. A politikus mindig kamatcsökkentést akar, nem érdekli az infláció. És ezért egyébként az 1970-es éveknek volt egy nagyon nagy inflációs válsága, amikor elszabadult az infláció a fejlett országokban is, és ennek hatására hoztak létre valóban igazán független jegybankokat nagyon sok országban, mert rájöttek a gazdaságpolitikusok, meg a politikusok, hogy kell egy olyan független szerv, aki a politikai hullámoktól, hogy milyen választás van, csinál-e recessziót vagy nem, függetlenül alacsonyan tudja tartani az inflációt, mert mindenkinek az az érdeke, hogy hosszú távon alacsony inflációs környezet legyen, mert hosszú távon akkor lesz a legjobb az ország összes lakójának. Rövid távon mindig az a jobb, hogyha nem foglalkozunk az inflációval, mert mindig tudunk egy kicsit a növekedésen lökni. És ezért létrehoztuk a független jegybankokat a fejlett világban. És rábíztuk egy olyan szakértői csapatra, akit a politika nem befolyásol elméletileg. Ugye egyébként ez a jegybanki függetlenség 2008 óta a legtöbb országban jelentősen csökkent. Vagy direkt vagy indirekt módon, de egyébként csökkenőben van. De minden esetre ez az érdekellentét mindig fönnáll, és fönn is fog állni a jegybankok és a politikusok között. Tehát ebben szerintem semmilyen meglepő nincsen. A jegybanknak, amikor pont az a veszély van, amiről beszéltem, hogy benragad Magyarországon egy magas inflációs, egy magas egyszámjegyű inflációs környezetbe az ország, abszolút az a feladata, és azt kell képviselnie, hogy szorítsuk le az inflációt, amihez általában erősebb deviza, magasabb kamatszint kell. És kisebb növekedést csinál egy ideig. De aztán ez hosszabb távon jó lesz. A politikusok meg mindig ugye az ellenkezőit akarják, tehát ez az érdekellentét fönn fog állni. Ezzel nincsen semmi probléma. Ami viszont fontos és érdekes, hogy ugye 2025 elején Magyarországon lejár Matolcsy Györgynek a mandátum. Igen. Tehát olyan sok ideje nincsen már, egy éves nincsen már, ugye, hogyha jól számolom. És ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy és ez nagyon fontos kérdés a piacok számára is, és egy jelzés is lesz, hogy ki az, akit oda fognak rakni ugye a jegybank élére. Hogy mennyire hisszük majd erről. Egy név már forog, ugye Varga Mihály pénzügyminiszter neve az. Igen, igen. Ő maga is nyilatkozott erről, és nem, hogy mondjam, nem cáfolta határozottan ezt a lehetőséget. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy olyan ember kerüljön oda, és az első intézkedései olyanok legyenek, hogy elhiggyük, hogy ő továbbra is egyébként egy ilyen független, politikától független próbál lenni. Ugye nehéz elhinni, hogy olyan ember, aki mondjuk 10 évekig a gazdaságpolitikában, a kormányzatban részt vesz, hogy nagyon független lesz, de lehetséges. Ugye hát Matolcsy György is a gazdaságirányításból került oda, és most ő képviseli legjobban ezt a infláció ellenes harcot. Mekkora probléma az Magyarország számára, hogy az uniós források nagyobb része mindig nem hozzáférhető, ugye? Az év végén feloldották ennek a biztos 10 milliárd eurós keretnek a blokkolását, de hát még mindig van egy több mint 20 milliárd eurós rész, amiről igazából most nem is lehet hallani, hogy mi lesz a sorsa, tehát hogy mint hogyha a kormány sem kezelné ezt most így kiemelt célnak, hogy megegyezésre jusson ebben az Európai Unióval, hogy ez mennyire hiányzik a magyar gazdaságból, a magyar költségvetés számára, ez mekkora probléma, hogy az uniós pénzek jelentős részéhez még mindig nem tud hozzáférni a kormány, az ország. Ugye nyilvánvalóan az európai uniós pénzek azok óriási segítséget jelentettek a 2010-11-12-től kezdett fölpörögni ezeknek a beáramlása. És
Ami nagyon fontos, hogy nem csak a magyar gazdasági növekedést emelték meg a beruházások révén ezek az Európai Uniós pénzek, nem csak az infrastruktúra fejlesztésben segítettek, ami megint csak hosszú távú növekedést tudja emelni, hanem ezeknek a pénzeknek egy része bérként, profitként, mezőgazdasági támogatásként, stb. Itt maradt Magyarországon megtakarításként. Tehát ezek a Európai Uniós pénzek beutalódtak ide, és ezt nem kérték ugye vissza. Tehát ez egy ilyen odaadták gyakorlatilag, ami megtakarításként a magyar gazdasági szereplők megtakarításaként jelentkezik, ami mondjuk tudja finanszírozni az államadósságot, például magyar lakossági állampapírok révén. Illetve ennek a devizának a beáramlása tette azt lehetővé, hogy megnőjön a Magyar Nemzeti Banknak a tartaléka annyira, hogy ha jól emlékszem, 2013-ban ugye a svájci frank hiteleket forintosítani tudjuk. Tehát egy csomó olyan addicionális hatása volt, amiről nem szoktunk beszélni, tehát nem csak az, hogy mondjuk lesz tőle egy kicsit nagyobb növekedés, hanem ez számos szálon támogatta Magyarországnak a fejlődését. Tehát nyilvánvalóan ezek a pénzek, hogyha ezt nézzük, nagyon hiányoznak. És hiányozni is fognak, hogyha nem fogjuk megkapni. Tud-e élni Magyarország az Európai Uniós támogatások nélkül? Persze. Tehát a magyar gazdaság egyébként, amikor kiáll a gazdaságfejlesztési miniszter, vagy a miniszterelnök, és azt mondja, hogy meg tud lenni Magyarország az Európai Uniós támogatások nélkül, ez önmagában egy igaz állítás, tehát hogy tud létezni. Nyilvánvalóan sokkal jelentősebb növekedési és fejlődési potenciál és hosszú távú stabilitása is van, mert például, hogyha bejönnek ez a sok euró Magyarországra, az végső módon például a Magyar Nemzeti Banknak a devizatartalékában landol, tehát nagyobb lesz a devizatartalék, kisebb lesz a sebezhetősége Magyarországnak, tehát hogy egy csomó módon erősíthetné Magyarországot ez a sok Európai Uniós támogatás. Ugye mondta, hogy az ország azért így megvan ezen pénzek nélkül is. Ugye Nagy Márton is beszélt egyébként korábban arról, hogy a magyar gazdaságnak egyenesen úgy fogalmazott, hogy fel kell készülnie arra, hogy uniós források nélkül létezik. De hogyan lehet ezt pótolni? Nyilván egyrészt lehet a piacoktól, és amíg a piacok hajlandóak finanszírozni az országot, addig nincs gond. És egyébként ugye sokat beszélnek arról, hogy mondjuk kínai hitel, tehát más nem feltétlenül a nyugati világhoz kapcsolódó országokból lehet kölcsönöket felvenni. Ezek mennyire, hát hogy mondjam, váltják ki ezt mennyire tudják kiváltani az uniós pénzeket, és azért úgy sejtem, hogy azért ezeknek a feltételei azért általában azért kedvezőtlenebbek annál, mint ahogy az uniótól kapjuk a pénzt, hiszen itt eleve ugye hitelt, hogy a kamatra adnak például. Hát igen, tehát ez egy óriási különbség, tehát az Európai Uniós támogatást odaadják, és nem kell visszafizetni. Amikor hitelt veszünk föl valakitől, akkor ezt vissza kell adni, plusz még a kamatokat is. Tehát, hogy ez ég és föld, ez a kettő egyetlen nem összehasonlítható. De egyébként itt az EU-s támogatások kapcsán, ami gyakran szokott lenni a kormányzati kommunikációban, hogy ugye ez nekünk jár, ezt meg kell, hogy kapjuk. A Kanada, Egyesült Államok és a Mexikónak ugye kialakult NAFTA néven, még aztán ezt átnevezték később, egy szabadkereskedelmi övezete. Ebben a szabadkereskedelmi övezetbe Mexikó örömmel lépett be, abból a célból, hogy majd akkor jönnek az amerikai gyárak, munkahelyeket teremtenek, nőni fog az exportja, stb. Nem kap Mexikó semmiféle pénzbeli támogatást az Egyesült Államoktól azért, hogy ő belépett ebbe az övezetbe, örömmel belépett, és erre ez csak egy példa, csak azért azt akarom mondani, hogy Magyarországnak az az előny önmagában, hogy az Európai Unióban van, szabad a tőke mozgás, hozzáférünk az Európai Uniós piacokhoz, ide jön működő tőke emiatt, hogy itt termeljen, ez önmagában egy akkora előny, hogyha nem kapnánk egyetlen fillér Európai Uniós támogatást se, akkor is nekünk ez nagyon megérné, azt gondolom ez a deal. Így meg még, hogy kaphatunk is Európai Uniós támogatásokat, így ez egy fantasztikus lehetőség. Szerintem ezeknek, amikre hivatkoznak kínai hitel, nem tudom, nemzetközi piacokon fölvett hitelek, ezek nem összehasonlíthatók, mások a hatásai, tehát hogy teljesen más módon fejtik, vagy akár működő tőke is. Ugye a működő tőke is bejön ide, létrehoz gyárakat, de később ez a működő tőke osztalék formájában ki fogja vinni a nyereséget, amire egyébként pedig most a kormány panaszkodik, hogy hát az igen, a baj, hogy innen igen. Egy csomó pénzt kivisznek ezek a külföldiek. Ugye, olyan, azt szoktam mondani, hogy itt az egyenleg az nem feltétlenül pozitív, mert hogy lehet, hogy bejön az uniós támogatás, de hogy mondjuk a multik, igen. Vállalatok ugye a profitot kiviszik az országból, de egyébként... De ennek nincs köze egymáshoz. Igen. Tehát, hogy ezek semmi kapcsolat nincs. Tehát azért mondom, hogyha mondjuk csak benne lennénk egy szabadkereskedelmi övezetbe az európai, nem Európai Unió lenne, hanem Európai Szabadkereskedelmi Övezet, nem lenne semmiféle támogatás, akkor is ugyanezt történne, és ugyanúgy behívta volna a magyar kormányzat, az Audit, a Mercedes, ezer gyárat mondhatnék,
úgy is, hogy kiviszik a profitot, azért, mert ezáltal itt egy nagyon nagy jólét keletkezett, hogy itt egy termelés van, exportálni tudunk, embereknek munkahelye van. Tehát, hogy ezek nem, ez csak összekapcsolja a kommunikáció szintjén a miniszterelnök, ezek közt nincsen kapcsolat. Értem. Néhány héttel ezelőtt ebben a műsorban vendégünk volt Györfi Dóra közgazdász, aki hosszasan beszélt az akkumulátorgyártásról. Ugye ő is említette, hogy a kormány ugye például beruházásoktól remél, külföldi befektetésektől reméli azt, hogy a gazdaságpolitikai céljai megvalósulnak, és szemmel láthatóan, mintha mindent erre az egy lapra tett volna fel, és jellemzően itt leginkább ugye távol-keleti akkumulátor beruházásokról van szó. Ugye Györfi Dórának rendkívül lesújtó volt a véleménye erről, szerint ez egy zsákutca, közpénztemető és egyéb jelzőket mondott. Önnek is ez hasonló a véleménye erről, vagy lát fantáziát abból, hogy az ország profitálhat abból, hogy kis túlzása, ugye Szijjártó Péter ugye két naponta jelent be egy ilyen beruházást? Amikor egy ilyen kormányzati gazdaságpolitikát vizsgálok, és nem csak Magyarországgal foglalkozom, elsőbb a külföldi piacokkal foglalkozom, egyébként meg külföldi befektetésekkel foglalkozom, vizsgálok, akkor mindig megpróbálom megérteni, hogy mi az a gondolatmenet, ami miatt csinálják ezek a gazdaságpolitikusok a döntéseiket, mert könnyű azzal elintézni, hogy ez hülyeség, ez nem jó, ez egy értelmetlenség, de meg kellene próbálni megérteni, hogy miért csinálják, és akkor utána eldönthetjük, hogy lehet, hogy nem jó, amit gondolnak, de nyilván van mögötte egy gondolat. Azt gondolom, hogy a gondolat ezek mögött az, hogy a Magyarország nagyon jelentős részben támaszkodik Magyarország gazdasága a járműgyártásra és annak a beszállítóira, ugye az európai autóiparra, hogy így mondjam, mert és csak hogy értsük, hogy ha az Audi gyárba vagy a Mercedes gyárba dolgozik 5000 ember, az nem 5000 embernek ad állást ez a gyár, mert az 5000 ember elmegy a helyi kisboltba, akkor boltot kell nyitni, ott a boltost föl kell venni, utazási irodát kell nyitni, azoknak a gyerekeit lehet, hogy magániskolákba tanítják. Tehát amikor létrehoznak egy ilyen gyárat valahol, akkor az nem 5 vagy 10 ezer embernek, hanem a környezetének 50-100 ezer embernek ad valójában indirekt módon munkát, ugye ez végigcsorog. Tehát ebből a szempontból Magyarországon a járműgyártás egy nagyon fontos dolog, a kormány úgy látja, ez egy meghatározó tényező a gazdaságnak a fejlődésében. Azt is látják valószínűleg, hogy ez a hagyományos benzines, dízel motorok, ezeknek egy idő után vége van. Tehát át kell állni valószínűleg vagy az elektromos, vagy a hidrogén. Nem biztos, hogy eldőlt ez a dolog, de ők úgy gondolják, hogy az elektromos autók fognak legnagyobb súlyt képviselni. És ebből a szempontból lehet logikus az, hogy azt mondjuk, hogy az itt levő járműgyártás akkor fog itt maradni, és továbbra is termelni, és a magyar gazdaság növekedéséhez hozzájárulni, hogyha a teljes lánc itt van, tehát már közel lesz hozzájuk az akkumulátorgyártás, és ezeket majd be tudják építeni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a logikája, ami miatt megpróbálják ezeket az akkumulátorgyárakat behozni ide. Az, hogy ennek van-e gazdasági értelme, tehát ez az egyetlen gazdasági értelme lehet, amit látok, hogy itt tartjuk az egész láncot, az egész járműláncot, tehát ez lehet az értelme. Az, hogy önmagában valószínűleg a beruházás, ami megvalósul, az Magyarországon nem termel profitot, a munkaerő nagy része külföldi lesz, aki ki fogja utalni a pénzt. Annyi támogatást kaptak, hogy abból sok évig termelt profitjuk sem fogja ellensúlyozni, tehát önmagában pénzt ezek valószínűleg nem fognak termelni. Valószínűleg környezeti szempontból károsak. Igen, ezt látjuk, ez negatív példa van, igen. Tehát, hogy valószínűleg önmagában, ha megnézzünk egy ilyen akkumulátorgyárat, akkor igazam a Györfi Dórának, hogy ennek semmi értelme. Azt eldönteni, hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon a járműgyártás egy nagy súlyt képviselje mondjuk 10-15 vagy 20 év múlva is, szerintem ezt senki nem tudja megmondani. És hogy megírje az egyik oldalon, ami a serpenyőben van, az, hogy fönntartjuk esetleg a járműgyártást, nem tudnám megmondani. Azt gondolnám alapvető, hogy inkább negatív az egyenlege ennek, de nem vagyok 1000%-osan meggyőződve erről. Igen. Ha már az Európai Unióról beszéltünk, még itt van egy kérdés, hogy az euró bevezetésének az ügye. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy igazából céldátum sincsen erre. Ez mekkora a problémát jelent? Ugye beszélt arról, hogy a forint azért elég sérülékeny állapotban van. Ha eurónk lenne, nyilván ilyen problémák nem lennének, de azért azt is láttuk, hogy önmagában az euró
bevezetése is okozhat problémákat. Ugye a görög válság dél-európai országok helyzete korábban ezt elég világosan megmutatta. Hogy kellene ilyen céldátum, és egyáltalán ön támogatja azt, hogy Magyarország lehetőleg minél előbb csatlakozzon az euróvezethez? Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy Magyarország jobban jár, hogyha megtartja a forintot. Azért, mert a forintnak a megléte az azt jelenti, hogy van egy önálló monetáris politikánk, tudunk reagálni válságokra, tudunk sokkokra reagálni, sokkal gyorsabban és függetlenebbül, mint hogyha egy eurozónának a részei lennénk. Ráadásul ugye pont a görög válság kapcsán bebizonyosodott az, hogy a jegybankja, valójában az Európai Központi Bank, ugye egy ország, aminek saját jegybankja van, az bármikor a bankrendszernek, az államnak a segítségére tud sietni direkt-indirekt módon. Kiderült, hogy az eurozónában, amikor Görögország bajba került, elméletileg az Európai Központi Bank, ugye ezeknek az összes eurót használó országoknak a jegybankja, nem segítette ki őket. A görög bankrendszer csődbe ment. A görög állam csődbe ment, az állampapírjait nem tudta kifizetni. Ez egy önálló jegybankkal rendelkező országban, aki saját devizába van eladósodva, ez nem lehetséges. Tehát, hogy most azt akar, tehát hogy például, hogyha mondjuk Magyarország forintban van eladósodva, és hirtelen nem tud olyan történni, hogy a magyar államnak nincs forintja, mert a Magyar Nemzeti Bank nyomtat forintot. Igen. Tehát kiderült, hogy az Európai Központi Bank nem feltétlenül a görögöknek a jegybankja. Lehet, hogy a németeknek meg a franciáknak ő a jegybankja, de mondjuk, hogy a portugáloknak már a jegybankja, abban nem lehetünk biztosak, és Magyarország ugye megint csak egy kicsi ország. Tehát emiatt bennem volt egy erős szkepszis azzal kapcsolatban, hogy nekünk mennyire lenne jó, hogyha bevezetnénk az eurót. A másik, hogy amikor van egy saját devizánk, ugye tudunk reagálni a különböző sokkokra. Viszont sajnos Magyarországon kiderült, hogy nem tudunk bánni a forinttal. Ugye itt a reakció az mindig úgy történik, hogy amikor valamilyen sok van, akkor a forint legyengül, igen, de utána nem erősítjük vissza. Ellentétben mondjuk, ha megnézzük a cseh koronát, ami az elmúlt 15 évben meglehetősen stabil. Tehát saját devizával lehet jól bánni, de ha nem tudunk jól bánni a saját devizánkkal, és azt csináljuk csak, hogy folyamatosan elinfláljuk vele a problémákat, akkor inkább ne legyen saját devizánk. Tehát én arra jutottam az elmúlt, én sokáig a forint pártján voltam, és azon az oldalon voltam, hogy maradjon a forint. Most arra jutottam, hogy mivel talán az európaiak megértették, hogy inkluzívabbnak kell lenni, tehát a kisebb országok érdekeit is figyelembe kell venni, én ezt látom az Európai Központi Banknak a működésén, illetve úgy látom, hogy sajnos nem tudtunk jól sáfárkodni a saját pénzből adódó előnyökkel, ezért én arra jutottam, hogy inkább érdemes lenne bevezetnünk az eurót. Az, hogy ez mikor tud megvalósulni, nagyon messze vagyunk egy csomó feltételrendszerbe, tehát én azt, hogy a következő 5 évben bevezessük az eurót, ennek az esélyét nullának látom. De akkor annak is, arra is kevés esélyt ad, hogy mondjuk jelentkezik egy olyan politikai garnitúra, ami olyan gazdasági vezetőket is hoz, akik esetleg mondjuk jól tudnának bánni a forinttal. És tulajdonképpen ehhez kapcsolódna az utolsó kérdésem, ami egy ilyen tágabb perspektívába helyezni ezt az egész kérdést, hogy azért felvetődik az emberben a kérdés, hogyha arra gondolunk, hogy az elmúlt 31 évben, tehát a rendszerváltás ott eltelt időszakban, hogy alakult Magyarországnak a pozíciója. Nyilván nagyon sok pozitívumot föl lehet sorolni. De azért az alapélmény az mégiscsak az, és mondjuk én már kellően idős vagyok, hogy erre emlékezzek, hogy amikor a rendszerváltáshoz eljutottunk, akkor legalábbis abban a tudatban éltünk, hogy mi vagyunk ennek a térségnek az éllovasai. Igen. És bizonyos jelek utaltak is arra, hogy ez így lehet. És ma akármit gondolunk, akár szimpatizálunk a kormánnyal, akár nem, azért azt senki nem állíthatja, hogy ez a pozíciónk ez megmaradt. Azt sem igazán jelenthetjük ki, hogy a nyugathoz való felzárkózásunk az sikerült, de most inkább már azt tapasztaljuk, mert azon lehet vitatkozni, hogy ki az, aki a térségből még nem hagyott el bennünket a gazdasági teljesítmény, illetve életszínvonal alapján. Tehát itt felvetődik alapvetően a kérdés, hogy mit rontunk el, mi itt a baj. Itt a magyar politikai, gazdasági, döntéshozatali elittel van valami probléma, vagy van ennek valami mélyebb oka? Mondjam, egy egyszerű kérdés. Igen, és ezt sok részre bontanám, először két részre bontanám azt, hogy hol vagyunk, vagy mit értünk el. Az elmúlt 10-15 év, 2008-as válság után, 2008 és ugye 2012-ben volt egy második válság Európának. Azóta egy óriási sikertörténet van Kelet-Közép-Európában. Tehát gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy az összes ország nagyon jelentős mértékben konvergált Európához. Magyarország is. Tehát önmagába véve szerintem a
rendszerváltás óta eltelt időszak az egész régió számára egy óriás konvergencia, azaz közelebb kerültünk az európai életszínvonalhoz. Még mindig nem értük el, ez kétségtelen tény. Tudom, nekem is azt ígérték a 80-as években, hogy rendszerváltás lesz, és akkor hamarosan mindenki úgy él, mint Bécsben, de még ez nem következett be. Nagyon sokat közeledtek ezek az országok ehhez az európai maghoz, és szerintem ez egy nagyon nagy siker, ez az Európai Uniónak egy óriási nagy sikere. A másik, hogy Magyarország valóban éllovas volt, Csehország és Magyarország volt a két legfejlettebb ország, gyakorlatilag most meg mi ugye ott a listának inkább a vége fele kullogunk. Tehát az egyértelmű, hogy ezeken az országokon belül, tehát ezen a régión belül nekünk a pozíciónk lecsúszott. Erről ezekre nem lehet nagyon vitatkozni, mert ez tény. És ugye, hogy mi ennek az oka, én azt gondolom, hogy Magyarországon egyrészt egy nagy teherre jöttünk bele a rendszerváltásba, ugye, és most ez lehet, hogy nagyon messzire fog vezetni, de azért mégiscsak elmondanám. Ugye mi voltunk a legvidámabb barak. Gyakorlatilag egy ilyen, hát ilyen jóléti szocializmus szerűség volt, aki akkor élt, az nagyjából úgy tudja, úgy mindenki el volt. Tehát nem voltak olyan nagyon nagy problémák. Nem volt egy magas életszínvonal, de egy viszonylag egyenlő. És ezt sokan visszasírják. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországnak egy nagyon nagy problémája, hogy úgy tud visszatekinteni a lakosságnak egy jelentős része, akár a Kádár korszakra, a 70-es, 80-as évekbe, hogy a paternalisztikus állam jó, a gondoskodó államra van szükségünk, és az fogja elhozni a jólétünket. Más országokban, ahol a szocializmus egy sokkal keményebb dolog volt, Romániában, ahol nem volt ennivaló gyakorlatilag, ott azt mondták, hogy ne, ezt nem akarjuk, ezt a rendszert. Vagy Lengyelországban, ahol az egész 80-as évek ugye ez egy nagy káosz volt. Hát itt jöttek a lengyel piacosok, abból próbáltak ugye pénzt keresni, hogy itt a szocialista országokon belül utazgattak és csencseltek. Tehát szerintem Magyarországnak, a magyar lakosságnak teljesen más volt az élménye, és emiatt visszasírja ezt a paternalisztikus államot, ami újból és újból rátelepszik. Ugye nem véletlen, hogy ott a 2000-es évek közepén ugye óriás gazdaságpolitikai hibák voltak, erről már beszéltünk, és egy nagy állam, majd kisegítünk, és ugye megint ugye a 2010-es évektől megint újraépült ez a dolog, és amíg ebben szerintem nincsen változás Magyarországon, hogy az államra, mint a gondoskodó államra tekint az állampolgároknak egy nagyon jelentős része, addig nagyon nehéz lesz kimásznunk ebből. Nyilván mondhatnám azt, hogy persze nagyon nagy fontosságú lenne, hogy átalakítsuk az oktatási rendszerünket, a társadalombiztosítást, egy csomó ellátó rendszerünk van, amit meg kéne reformálni, de azt gondolom, hogy a magja a problémáknak, és ez lehet, hogy tényleg nagyon mélyre vezet, az abból adódik, hogy a magyar lakosságnak az állammal kapcsolatos nézőpontja az olyan, amilyen. És ennek nagyon mélybe gyúlik a gyökere. Igen, bár azért most nagyon sokan megtapasztalhatják azt, hogy sok esetben azt a gondoskodást azért nem feltétlenül kapják meg, és most beszélhetünk, igen. Utatás, egészségügy, szociális szféra, tehát hogy itt ez is... Hát lehet, hogy ez majd meg fogja változtatni most 5 év múlva, 10 év múlva a magyar lakosságnak a hozzáállását, és akkor majd át tudunk alakulni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy a napi aktualitásokon túl azért valami fajta távlatos képet is próbáltunk itt adni a magyarországi folyamatokról. Úgyhogy Zsidai Viktornak még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehettem. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A Kompország a jövő héten új adással jelentkezik. Viszontlátásra!